Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a telekedben. Köszöntöm a jelenlévő néhány kedves testvért, akik itt az LVTN kápolnájában vagyunk ezen a szentmisén. Ne a létszám határozza meg a jelenlétünknek a minőségét. Néha jó, hogy látunk tele templomokat, meg eljutunk egy-egy székes egyházba, meg ünnepi misére. De tudnunk kell, hogy a Szent Mise akkor is, ha mint ahogy most összesen négyen vagyunk itt jelen ebben a kis kápolnában. De köszöntöm azokat, akik viszont lélekben bekapcsolódnak ebbe a Szent Misébe. Igaz, hogy a falakon keresztül, és ki tudja hány kilométer távolságban kell, hogy megéljék ennek a Szent Misének a kegyelmét, de biztos, hogy sikerül, ha összeszedetten imádkozunk, hallgassuk meg a mise szándékunkat. Elhunyt testvér, András lelki üdvéért, családért, gyermekek, rokonok megtéréséért, elhunyt jótevőkért, elhunyt Panyák István lelki üdvéért, elhunyt Aranka nagymama lelki üdvéért, Zoltán gyógyulásáért, elhunyt és élő családtagokért. És nem utolsó sorban Domonkos atyáért, akinek ma névnapja van, legalábbis ilyen értelemben, hogy a rendi nevének az ünnepnapja, mert ma Szent Domonkos rendalapító áldozó pap ünnepe van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz szívd a bűnöseket, Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz, hogy könyörülj rajtunk, irgalmazz nekünk! Irgalmazz nekünk! Irgalmazva nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, segíts egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságadat, mindenki jóságos közbenjárónk lett, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Íme napok jönnek, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, pedig uruk voltam, mondja az Úr. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök,
ha elérkeznek azok a napok, mondja az Úr, bensejükbe adom törvényemet, és szívükbe írom, Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Többé nem lesz szükség arra, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig, mondja az Úr. Mivel megbocsátom gonoszságaikat és vétkeikre többé nem emlékezem. Ez az Isten igéje. Válaszol Zsoltár. Istenem, kérlek téged, teremts bennem tiszta szívet. Istenem, kérlek téged, teremts bennem tiszta szívet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, az erős lelket éleszt fel újra bennem. Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne vont meg tőlem. Istenem, kérlek téged, teremts bennem tiszta szívet. Üdvösséged örömét add meg újra, a készséges lelkületet erősítsd meg bennem. Megtanítom utódaidat a vétkeseknek, és bűnösök hozzád térnek. Istenem, kérlek téged, taníts meg engem. Te a véres áldozatot nem kedveled, s ha égő áldozatot hoznék, nem vennéd szívesen. Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek. Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Istenem, kérlek téged, teremts bennem új szívet. Alleluja. Te Péter vagy, azaz kőszikla, és a kősziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Alleluja. Alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát, vagyis őt magát, Jézust. Azok ezt válaszolták. Van, aki Illésnek, van, aki Keresztelő Jánosnak, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus ezt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit föloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte tanítványainak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ettől kezdve Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Erre Péter félrevonta őt, és így szólt neki, Isten ments, Uram, ez nem történhet meg veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Csücs! Kedves jó testvérek, nagyot kell ugranunk időben, mint egy 800 évet. 13. században élt ez a bizonyos Domonkos. Egy egyszerű, de jó eszű legény lehetett, aki mindenképpen Krisztus katonája akart lenni, de aztán nem csak, hogy egyszerűen pappá szenteltette magát tanulmányai a végezése után, hanem kitalálta, hogy annyira kevés ember ismeri igazán az Istent, hogy ez a papi működésnek egy része kell, hogy legyen, fontos része,
hogy tanítsunk. Addig ugyanis a papnak a dolga tulajdonképpen nem más volt, mint az áldozat bemutatása. A Szent Mise áldozat, aminek tehát a lényege az, hogy most, amit csinálok, ez is kimaradhatna ebből a szertartásból, hanem mindjárt fognám a kenyeret, meg a bort, vagyis hát az ostját, meg a kortnyi bort, átváltoztatás, közös ima, áldozás, stb. A tanítás az háttérbe szorult. Domonkos jött rá arra, hogy ez nem mehet így tovább. Nagyon sok embernek olyan kevés az információja az Istenről, hogy nem csoda, hogy nem fogadja el igazán a Jóisten. Talán a létét elfogadja, de azt, amit tanít, azt nem. És ezért elkezdett prédikálni. Ezért a domonkos rendet, amit ő alapított, így is hívják, hogy a prédikátorok rendje. Most 800 évet visszaugorva a mai korunkba. Tulajdonképpen mi az, ami megnyugtathat bennünket ebben a sok-sok zűrzavarban, ami körülvesz bennünket? Ha az evangéliumra visszaemlékezünk, akkor itt egy profécia hangzik el, mégpedig az a profécia, hogy te Péter vagy, azaz kőszikla, erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Sokan megkérdezik, hogy mi a bizonyítéka annak, hogy igaz az, amit az egyház tanít. És erre a válaszom az, hogy maga az egyház létezése, nem 800 éve, hanem most már 2000 éve, hogy áll ez az egyház, nagyon sok megpróbáltatás ellenére. És ma is így mondhatom, hogy állja a sarat, persze ne felejtsük el, imádkozni kell az egyházért, imádkozni kell a pápáért, püspökeinkért elsősorban, akiknek a kezében van a gyeplő, hogy úgy vezessenek bennünket, hogy először is életük példájával mindenképpen mutassanak utat, de tanításaik is közérthetőek legyenek, ugyanakkor nem gyerekes, dedós szintű tanítás, hanem egészen komoly, nem filozofálás, de mégis tanítás és erkölcsi nevelés. Mert a tanítás nevelés nélkül semmit nem ér. De nevelni meg nem lehet tanítás nélkül. Tehát Domonkos mondta azt, hogy álljunk meg itt az evangélium felolvasása után minden esetben, és fejtsük ki az evangéliumnak a tanítását, vagyis prédikáljunk. Nagy prédikáló rend alakult aztán ki ennek köszönhetően, úgyhogy több pápa is, meg nagy teológus került ki a domonkosok közül. Még éppen a fehér ruhája a pápának is onnan származik, hogy egy domonkos szerzetes pápa lett, továbbra is fehér habitusban járt, és attól kezdve a következő pápák ugyancsak fehér ruhát, fehér reverendát, habitust vesznek magukra. Tehát innen van a pápa mindenkori fehér ruhája, függetlenül attól, hogy addig, amíg meg nem választották pápává, addig esetleg csak egyszerű fekete reverendája, vagy ilyen vagy a habitusra szerzetesi ruhája volt. Tehát sok teológus került ki, mint Aquinói Szent Tamás például, akik a legnagyobbak közül való ebből a rendből. De arra gondoljunk még egy kicsit mindenképpen, hogy mi is az, hogy a profécia beteljesedik. Mert itt jövendől Jézus. Ebben az evangéliumban két ilyen profécia is van. És mind a kettő nagyon nagy vigasztalásunkra szolgál. Az egyik tehát ez, ami a Szent Péter Bazilikában, a kupolában körbe van felírva, nagy betűkkel még lentről a templom térből is jól lehessen látni és olvasni, hogy te Péter vagy, tu es Petrus, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapujuk, és a pokol erői nem vesznek erőt rajta. Ez egy nagy vigasztalás. Ezért mondtam, hogy maga az, hogy az egyház létezik, megmaradt 2000 éven keresztül, felsorolhatatlan az a sok támadás, ami érte. Ez már bizonyítja, hogy ez a közösség, ez a tanítás, ez az egyház az, ami az igazi evangéliumot hirdeti, igaz tanítást ad nekünk.
A másik profécia, ami elhangzik az evangéliumban, az, hogy harmadnapra föltámad Jézus. Annyira lehetetlennek tűnt, hogy Péter apostol, akit éppen előbb néhány perccel nevez ki Jézus, így mondhatom, az első pápává, ez az első pápa azonnal félreérti, és tiltakozni akar, hogy az nem lehet, hogy neked szenvedésben kell részesülnöd. Holott hallhatta volna, hogy a mondat úgy fejeződik be, hogy de harmadnapra feltámad. Önmagáról jövendőli profétája lesz Jézus. Sajnos sokszor ez a biztos tudat hiányzik belőlünk is, hogy egészen egyértelműen tanítsuk, hogy van föltámadás és van örök élet. A kedves bekapcsolódó, talán otthonaikban kényelmesen velünk imádkozó embereknek is, társainak vannak halottai, vannak akiket gyászolunk, talán közelmúltban vagy régmúltban fejeződött be az életük már szülőnek, testvérnek, nagyszülőnek természetesen szinte. Mindig úgy gondoljunk rájuk, mint akik létező személyek, élnek ma is. Tehát nem megszűntek létezni, a halál kifejezés ne ezt jelentse, hanem azt, hogy a földi élet befejeződött számukra. De abban a pillanatban ez olyan bocsánat, mint egy csapóajtó, hogy ahhoz, hogy ezt kinyissam, mögöttem becsukódik egy ajtó, de kinyílik a másik ajtó. Tehát rögtön oda kerülhetünk a Jóisten ítélőszéke elé, és részesülhetünk az ő kegyelméből, és persze saját akaratunkból, döntéseinkből, amelyek bizonyítják, hogy hiszünk az örök életben, és hiszünk Jézusban. Ezért megérdemeljük a mennyek országát. Ne féljünk attól, hogy mi lesz velünk. Ne legyen félelem bennünk. Nagyon nehéz elfogadni a halált, főleg a fiatalon ér valakit már a földi élet befejezése. Magam is most ilyen gyászolós hangulatban vagyok egy kicsit, mert 63 éves korában veszítettem el az egyik legjobb barátomat, héten lesz a temetése. A felesége januárban halt meg, egykorúak voltak mind a ketten, éppen csak, hogy házasság 40. évfordulóját megünnepelték, és utána mind a kettő rák, és kész, elmentek. És mégis azt mondom, hogy meg kell, hogy erősítsem magamat is a hitben, talán nem véletlen, hogy ez az evangélium is most segítségemre van, hogy a mondat nem ott fejeződik be, hogy igen, szenvedni kell, megpróbáltatásokban van része, hanem ott, hogy de harmadnapra föltámad. Tehát a befejezés az nem a földi élet vége, hanem az a korona, amikor oda kerülünk a Jóisten elé. Még egy utolsó gondolatot hadd szabadjon elmondanom, hisz sokszor mi magunk jó lenne, ha igyekeznénk profétálni. Ez alatt azt értem, hogy egy kicsit elgondolkoznánk azon, hogy minek, mi a következménye az életünkben. Tehát mit teszünk, vagy hogyan kell tennünk valamit, hogy az elsősorban üdvösségünkre váljék. De embertársainknak is javára legyen. Hisz boldogok úgy tudunk lenni, hogy másokat akarunk boldoggá tenni. De ezt naponta szinte górcső alá kell tenni, mint egy mikroszkóp alá tetteinket, cselekedeteinket, gondolatainkat, hogy gondoljunk a jövőre. Tehát, hogy gondoljunk előre ezt a képességünket, a Jóistentől nyertük, hogy valamilyen szinten el tudjuk képzelni, mi vár ránk. És ok-okozat elv alapján a cselekedeteinknek megvan a maga eredménye. Majdnem azt mondtam, hogy gyümölcse, de sajnos nem minden esetben gyümölcs, hanem éppen kárhozat vagy negatív dolog. Ha csinálok valamit, abból lehet valami jó is, és lehet valami nagyon rossz is. Meg kell gondolnunk, hogy hogyan élünk. Nem lehet felelőtlenül, meggondolatlanul cselekedni, élni, dönteni, hanem mindenkor figyelembe kell venni, hogy milyen következményei lesznek annak, amiket tenni akarok, vagy teszek is talán már, vagy akár csak kimondok, mint egy jövendőlést a saját életemről.
Szent Domonkos áldozóba könyörög életünk. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhamozott minket. Könyörgünk, Uram, könyörgünk egyházunkért, tarts meg Szent Atyánkat, Bíboros Atyánkat, minden püspököt, a Magyar Katolikus Egyház vezetőit, hogy áldásos munkát tudjanak végezni. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg a szerzeteseket, akik iskolákban, különböző helyeken tanítanak, hogy eredményes legyen munkájuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg Domonkos Atyát, hogy továbbra is csodálatos képességeivel gyümölcsöző munkát tudjon végezni. Kérünk téged, hallgass meg minket. Fogadd be jóságosan országodba mindazokat, akiket már el kellett engednünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos mennyei Atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki jössz és uralkodol mindörökkel örökké. Csücs felajánlás következik. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, akik egyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezőségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindenki. Alattatos lélekkel és tördelme szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadja minket, és legyen kedve színedre lett áldozatunk. Most a Uram bűneimet és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére. Urunk Istenünk, Szent Domonkos közbenjárására hallgass meg kéréseinket, és a hit ajándékait kegyelmed elég segítsége erősítse meg ebben a hathatós erejű áldozatban. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük fel szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert magasztalnunk kell gondviselésre csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet,
Hosanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, éjséggel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessél szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörjük kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent domonkossal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítünk eljövetelét. Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kélsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veled. És a te lelkeddel. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Ami Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése, váljuk a szent áldozásban a lelkünk üdvösségére. Uram Jézus Krisztus élő Isten fia, te az Atya akaratából a Szent Lélek közreműködésével halálod által életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem szent testtől és véről által, minden vétkemtől és minden bajtól. Hadd mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste. Amen. Krisztus teste. Krisztus teste. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint egy tanuló az iskolába, hogy helyet foglaljon a padok valamelyikében, ahová eljut a tanító hangja és szeretete. Minden szentmisében eljut hozzánk a rólad szóló tanítás, azon keresztül te magad, szereteteddel együtt. Add, hogy ezzel a szeretettel találkozzunk minden szentmisében. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, illess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kényszenvedése, erősíts meg engem, ó édes Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejtsen engem, ne engedd el szakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem, halálomból eljárt, hívj magadhoz engem, hogy szentjeiddel dicsérlek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk.
add Istenünk, hogy az odaadás tiszta hódolatával fogadjuk annak a mennyei szentségnek erejét, amelyben Szent Omonkos ünnepén részesültünk. Engedd, hogy akinek ige hirdetésével egyházat felvirágzott, annak közbenjárására támaszt találjon Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Hadd szabadjon megemlítenem, hogy folytatódnak az aranymiséim, 18-án Soroksáron mutatok be aranymisét, 20-án pedig majd Tiszaföldváron, aki teheti, jöjjön el ezekre a szentmisékre. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, járjatok Krisztus békéjében. Istennek legyen hála.